Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, ahol bemutatjuk azokat a sportolóinkat, azokat a Székesfehérvárról induló sportegyéniségeket, legendákat, akik nagyon sokat tettek azért, hogy Székesfehérvárt ne csak a gazdaság, a kultúra városaként említsék szerte Magyarországon, illetve Európában, hanem a sport eredmények okán, és vendégem pedig Tölgyesi Balázs, nagyon sokszoros magyar bajnok, atléta, olimpikon, és így tovább. Erről fogunk beszélgetni nyilvánvaló. Van időnk bőségesen. Örülök, hogy itt vagy velünk. Nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelő meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a nézőket. No, tekintsünk vissza egy kicsit a múltba, hiszen amikor egy gyermek megszületik, akkor nyilvánvaló egy fiú gyermek, akkor előbb-utóbb elgondolkodnak a szülők, és elgondolkodik ő maga is, hogy milyen sportágat válasszon. Székesfehérváron ez gyakori. Ugye van alapja annak, hogy az atlétikát választottad, hiszen ez egy fontos pillanat volt az életedben. Igen, hát így utólag meg aztán főleg nagyon fontos pillanata volt az életemnek nyilván, de én azt gondolom, hogy akkor gyerekfejjel nyilván ez nem feltétlenül az én választásom volt, hanem ebben azért volt egy nagyon komoly szülői háttér is, és bármennyire furcsa, azért a mi családunkban talán az atlétika gyökerei nem voltak annyira meg, hogy ez egy egyértelmű választás legyen, de mégis a körülmények úgy hozták, leginkább talán azért, mert édesanyám pedagógusként egy olyan általános iskolába dolgozott, ahol egyébként volt atlétika edzések, atlétika foglalkozások, és Kalocsai Zsuzsa néni, akkor talán Vorosilovgrád általános iskolának hívták az iskolát, ott tartott edzéseket, és talán logisztikai szempontból is egyszerűbb volt így, hogyha oda megyek, ahol anyukám tanít, akkor együtt haza tudunk jönni. Illetve az nyilván nem volt kérdés, hogy aktív gyerekként az energiákat valahogyan le kellene kötni, és jó lenne valamiféle mozgást tanulni, tehát a sport szeretete az adott volt a családban, és így édesanyám iskoláján keresztül egyszer csak ott kötöttem ki atlétikai edzéseket. Melyek voltak a kezdeti lépések? Ha jól emlékszem, ez azért általános iskola második osztályára datálódik, amikor én atlétikai edzésekre kezdtem el járni, és alapvetően azért ez egy nagyon jó közösség volt ott abban az iskolában, Zsuzsa néni alatt. Egy olyan csapat jött össze, akikkel még mind a mai napig azért többé-kevésbé tartjuk a kapcsolatot, több mint 40 év után is, és nyilván alapvetően elsősorban játszottunk, fogócskáztunk, kidobóztunk, mindig volt egy kis bemelegítés, egy kis gimnasztika, aztán levezetés, közben játék, és ez így szépen lassan egyre kevesebb volt a játék, egyre több volt a futás, de a kezdeti időszakban ugye nem csak futottunk, hanem az atlétikának mindenféle szakágát kipróbáltuk, ugrottunk magasat, ugrottunk távolt, próbáltunk kislabdát is hajtani, nyilván én ezt kevesebb sikerrel tettem, mint mások, de hogy azért ez a játékos, ez a közösségépítő szerepe ennek a kis műhelynek, amit a Zsuzsa néni üzemeltetett, ez nyilván nagyon-nagyon meghatározó volt abban, hogy nagyon sokan ott ragadtunk, és abból a korosztályból, nagyon sokunkból egészen 18 éves korunkig tartóan az atlétika az egy meghatározó szerepet töltött be. Van, aki később, mind a mai napig eljár futni, tudok róla, volt csapattársam, én ugye továbbvittem egy kicsit a 18 éves életévemnél, továbbvittem ezt a sportolást, de azért azt gondolom, hogy aki oda annak idején oda járt ebbe a csoportba atlétizálni, annak egy életre szóló élményt adott mindenféleképpen. Tehát idejekorán eldőlt a sorsod. Ki Igen. volt az edző, aki először is arra sarkalt, hogy a futással foglalkozz, hiszen nyilvánvaló, hogy az látszott, hogy a tehetség majd a későbbiekben kidomborodik. Ugye, ahogy mondod te is, azért egy idő után látszik az, hogy kinek miben van tehetsége. Tehát ez nem is volt annyira egy tudatos edzői döntés, hanem inkább a versenyeken elért eredmények mutatták azt, hogy mivel érdemes foglalkozni, és én azt gondolom, hogy mindenki úgy van ezzel, hogy amiben sikerélménye van, azt szívesebben csinálja,
arra szívesen áldoz időt, energiát, hogyha ott elfárad valamiért, de tudja, hogy meg lesz az eredménye, a szívesebben és nagyobb elszántsággal teszi, mint esetleg mondjuk olyan szakágokban, ahol nem érzi azt a visszaigazást, nem kapják, hogy ő sikeres, ő eredményeket ér el. Nyilván ez nekem a futásban volt, és ahogy ez látszódott, egyre jobban 12-13-14 éves koromban úgy vált egyre egyértelműbbé, és maradtak el az egyéb kiegészítő szakági versenyszámok, és maradt meg csak a futás, azon belül is leginkább nyilván a közép. Igen, a középiskola a vízválasztó nagyon sok szempontból, de a sportnál nem különben így van, hiszen 15-16 évesen már kiderül, hogy az ember fia mennyire tehetséges, milyen alapszámokat fog majd képviselni, ha atléta lesz belőle, és nyilvánvaló, ha kellően tehetséges és megvan benne a szorgalom, akkor elindulhat egy úton. Ebben ez nálad is így volt? Igen. Sőt, ugye nálam az én pályafutásomban a középiskolán túl még volt egy nagy váltás pont ebben az időszakban, ugyanis akkor mi már az előbb említett Kalocsai Zsuzsa nénitől elkerültünk az életkorunknál fogva, és akkor érkezett egy új edzőszékes Fehérvárra Pécsre, akit úgy hívtak, és hívnak mind a mai napig, hogy Hirt Károly. Tehát az iskolaváltáson túl nálam akkor volt egy olyan edzőváltás is, ami szintén meghatározónak bizonyult a későbbi sportpályafutásom, meg az egész életem során. És valahogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés váltás volt az ő érkezése, mert nyilván sokat segített abban, és erősített engem abban, hogy az életkori sajátosságok, a középiskolai, ugye új közösségbe kerül az ember, a tanulmányok azért egyre komolyabbá válnak, és hogy mindemellett azért a fókusz megmaradjon a sporton, hogy az időközben ne vesszen el valahol a sok egyéb érdekes tennivaló, kinyílik az emberek előtt, ugye nyilván itt a 10 kamaszkorban a világ, hogy mindezek mellett ezeket úgy tudjuk megélni, hogy mellette a sportnak mindig legyen helye és szerepe az életben. Én azt gondolom, hogy ebben a Hirt Karcsinak, mint edzőnek, és a nála szintén kialakított nagyon jó közösségnek nagyon nagy szerepe volt. Nagyon jó csapat volt, több korosztályra visszamenőleg, és én azt gondolom, hogy az abban az időszakban elért sporteredmények azért ezt vissza is igazolják. Ami kevésbé látszott ugye akkor is a kívülállóknak, hogy a sporteredményeken túl tényleg egy olyan közösség jött létre, ahol mi baráti kapcsolatba kerültünk egymással, és tényleg ezek olyan emberi kapcsolatok voltak akkor, amik szintén a mai napig tartanak. Érettségi tájékán nagyon sok fiatal kerül kényszerhelyzetbe, választás elé, hogy mi történjék, foglalkozzék-e továbbra is a választott sportággal, vagy pedig koncentráljon a felsőfokú tanulmányaidra. Ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak, és nyilván nagyon-nagyon nehéz döntés, és én úgy érzem, hogy ez nekem is komoly nehézségeket okozott akkor, hiszen családi indítatásból is, meg nyilván saját, akkora már saját akaratból is, az nem volt kérdés, hogy én mindenféleképpen szeretnék egyetemre járni, és felsőfokú oktatásban részt venni. Ugyanakkor erre a korra már az is eldőlt, hogy mindemellett én szerettem volna mindenféleképpen a sportot is csinálni. Ez egy rettentően nagy dilemma volt, főleg abban az időben, ugye a 90-es évek elejét írjuk, amikor még egy kicsit más szemléletben mentek a felvételik, a felsőoktatási intézményeknek a viszonya a sporthoz, hát hogy mondjam, nem volt túlságosan támogató, természetesen kivéve a TF-et. Én viszont egy közgazdasági irányultságot választottam, és próbáltam itthon levelező tagozaton párhuzamosan a tanulmányokat és a sportot folytatni. Hát több-kevesebb sikerrel maradjunk annyiban. Voltak sikertelen vizsgáim Pécsen, nem feltétlenül egyébként a sport miatt, legalábbis én azt gondolom, de ezt a nagy dilemmát végül nekem úgy sikerült feloldanom, hogy egy amerikai ösztöndíjnak köszönhetően Amerikába mentem el tanulni. Mi fogadott Amerikában, hiszen ez lett volna mindenképpen a következő kérdés. Az a rendszerváltás után
azt gondolom, hogy azok a fiatalok, akik ezt az utat választották, egy olyan tapasztalatokkal gazdagodhattak, amit nem lehet elfelejteni. Teljesen. Egyrészt, tehát kinyílt a világ, nyilvánvaló. Abszolút. Ha valaki sportoló volt emellett, hogy Amerikában tanult, az nagyon-nagyon sokat kaphatott az ottani mesterektől, ha úgy tetszik. Másrészt pedig nyelvtudással felvértezve, sok mindennel felvértezve érkezhetett haza. Nyilván az amerikai tanulmányoknak azért van sok buktatója, mindenki másképpen reagál, hiszen különböző emberek vagyunk. Én azt gondolom, hogy egy szerencsés alkat és típus voltam, elég jól kezeltem ezt az óriási, hát mondhatjuk kulturális soknak is. Ez egy tényleg egy óriási váltás volt, egy abszolút, ugye még a középiskolás évek alatt is, még azért az életem nagy részét egy a szocializmusban, a kommunizmusban felnőve, hirtelen ott találom magam Amerikában, hát egy eléggé, mint utóbb kiderült, nem túl erős nyelvtudással, és egy olyan világban, amiről korábban csak nagyon-nagyon korlátozottan könyvekből, újságokból, televízióból tájékozottunk, és egy elérhetetlen valami volt, én azt gondolom, nekem legalábbis mindenféleképpen. Hát gondoljunk vissza akkor, hogy azért abban az időben voltak még ilyen, hogy $50 keretekkel lehetett menni, nagyon-nagyon nehezen megszerezhető vízumokkal külföldre. Alapvetően nyilván én is gyerekként a sportot leszámítva Csehszlovákiában, meg a környező, meg Romániában, illetve azért inkább Erdélyben töltöttük a nyarakat, oda tudtunk menni, de hogy azért a nyugati világ az egy nagyon más világ volt, és hogyha valaki oda eljutott, az már egy nagyon nagy kiváltságnak számított. Na most ehhez képest a tengeren túlra kimenni, egészen furcsa és nagy váltás volt. De én azt gondolom, hogy jól kezeltem, szerencsés alkat voltam, hogy ezt meg tudtam ugrani. Nem gondolom egyébként, hogy mindenkinek feltétlenül, akár az akkor kijutott sportolók is, mindenki profitált belőle. Én igen. Nyilván teljesen más rendszerbe csöppen bele az ember, teljesen más világszemléletet lát, hirtelen rájön, hogy ott azért másképpen nézik a világot, és mind a tanulás, mind pedig a sportolás, azok a tárgyi feltételek, amikkel ott az ember szembesül, azért az tényleg olyan, amitől még ma is én azt gondolom, hogy az ember elcsodálkozik. Akkor ilyen feltételeket, nemhogy Magyarországon, én azt gondolom, hogy itt európai szinten nem. Ennek van egyébként egy nagyon egyszerű oka, hogy ott hagyományosan a sport az oktatás részeként kezelték nagyon-nagyon régóta, mind a mai napig egyébként így van, és azok a profi sportok, amik Amerikában ugye eléggé népszerűen és óriási pénzeket megmozgatva működnek, legyen ez a profi kosárlabda, amerikai foci, jégkorong, baseball, tehát ezeket ismerjük. Ezek egyik profi csapatnak sincsen utánpótlás képzése. Ők nem foglalkoznak ezzel, vagy a profi csapatok nem ezzel foglalkoznak. Így viszont az utánpótlás képzés, a gyereksport, az ifjúsági sport, utánpótlás sport, ez mind az oktatási rendszeren belül valósul meg, középiskolába, illetve ugye egyetemen. És az egyetemi bajnokságokból a legjobbak nyilvánvaló, hogy a profik közé kerülhetnek. Igen. Tehát... És azt a dilemmát, amit itt nagyon, nagyon, nagyon jogosan és jól felvetette, hogy középiskola után továbbtanulás hogyan, miként, ugye ami egy nagyon-nagyon tényleg komoly dilemma, az ott hirtelen ugye ezt a dilemmát feloldja azzal, hogy egy intézményen belül lehet az ember tanuló és sportoló, és onnantól kezdve a sport, az egyetem sport szakágának érdeke, hogy biztosítsa azt, hogy én el tudjak járni előadásokra, de ez ugyanúgy igaz az oktatási része is, hogy az oktatást, a professzoroknak pedig az az érdeke, hogyha valaki ugyanazt az egyetemet, ahol ő tanít, képviseli a sportpályán hétvégente az egész Egyesült Államokban bárhol, New Yorktól Los Angelesig, az egyetem nevével és címerével ellátva érje el az eredményeket, akkor ő viszont professzorként biztosítsa azt,
hogyha extra igények vannak, akkor tudjon mondjuk egy diákja elmenni edzésekre, mert neki délelőtt is van egy héten háromszor olyan edzés, amit nem hagyhat ki. Tehát kulcspillanatok voltak az életedben, igen, ez mindenképpen. Hozzáérkezve gyorsan kiderült, hogy mennyit profitáltál ebből? Most nem szakmailag, tehát nem a közgazdász képzésről beszélek, hiszen azt tudjuk, hogy a 90-es évek elejét írtuk, és rohamosan jöttek az olimpiák, mert hogy el kell, hogy jussunk, nyilvánvaló. Azt láttuk már az eredményeiden is, hogy 800-on, illetve 1500-on leginkább egyre jobban közelítettél az európai élvonalhoz, ami azt előrevetítette, hogy az Atlanta majd a tiéd lesz, hiszen 95-ben, 96-ban, 97-ben és 98-ban mind a négy bajnokságot megnyerted 800-on, és 3-at 1500-on is, és már az eredményeid is egyre jobbak voltak. Bár azt nagyon is jól tudjuk, hogy a bajnokságon az eredményhez az nem számít. A győzelem a fontos. Illetve fedett pályán, tehát gyakorlatilag egy sikersztéria volt, ha úgy tetszik, 2002-ig. Ezt azért mondom, hogy 2002-ig, mert hogy 96 az egy kulcs szó volt. Annál is inkább, mert hogy megérkeztünk Atlantába. Mi sportkedvelők, sporttal foglalkozók hivatásszerűen nagyon is vártuk már, hiszen azt gondoltam mindenki, hogy Athénban lesz az olimpia, kezdjük ezzel. Másrészt pedig ugye a 23. olimpia az atlétikát mindenki kedveli. És akkor volt csúcsponton Carl Lewis, Michael Johnson, de akkor inkább beszéljünk egy kicsit az előzményekről, hiszen az arak atlétájaként remek eredményeket értél el, és kijutottál az olimpiára. Ahhoz viszont nyilvánvaló, hogy egy olyan szakmai fejlődésnek kellett végbe mennie, amit hazahoztál Amerikából, vagy megtartani, ami ezt lehetővé tette. Én utólag azt gondolom, hogy illetve utólag nem vagyok benne biztos, hogyha én nem mentem volna el Amerikába tanulni, akkor kijutottam volna az olimpiára. Tehát én azt gondolom, ilyen szempontból tényleg vízválasztó és meghatározó volt az amerikai évek. És mondom ezt annak ellenére, hogy továbbra is meggyőződésem, hogy egyébként nem csak most hírt Karcsiról, hanem úgy általában magyar edzőkről általánosságban azt gondolom, hogy nagyon-nagyon felkészültek, és igenis felveszik a versenyt az amerikai edzők szaktudásával. A 90-es évek elején egészen biztosan így volt, ma már azért napi szinten ebben nem vagyok ennyire benne, de hogy akkor nem ez volt a meghatározó, sőt olyannyira nem, hogy nyilván az egyetemi évek alatt nekem az arakkal és az edzőmmel Hirt Károllyal való kapcsolattartás napi szintű volt, ugye arról nem is beszélve, hogy azért a minden nyáron arak színekben versenyeztem itthon, indultam a magyar bajnokságon, ugye édesapám volt a klubnak az elnöke, tehát nekem azért a klubbal való kapcsolatom Amerika ide, Amerika oda, egyáltalán nem szűnt meg, és erre külön figyeltem is, és nyilván ez egy nagyon fontos lába volt az én felkészülésemnek az amerikai láb mellett. Ugyanakkor azért az egész felkészülési időszak, ugye az Amerikában zajlott, az ottani versenyek tulajdonképpen készítettek engem föl arra, hogy eljussak arra a szintre, hogy ne lepődjek azért annyira meg, hogyha világsztárok között találom magam. Legyen akkor önbizalmam, hogy amikor fontos, akkor az embernek nem remeg meg a lába, és illetődik meg azon, hogy jaj, most itt adott esetben egy atlantai stadionban 80 ezer ember van kint, már a délelőtti selejtezőkön. És olyan korábban általam csak mondjuk Grand Prix versenyekről ismert nevek állnak a rajtvonalon mellettem, vagy a bemelegítő pályán mondjuk elkocog mellettem Michael Johnson, a 200 méter világcsúcs tartója. Tehát azt azért el kell tudni viselni, nyilván lelkileg is, meg pszichésen is ezt a nyomást, és én azt gondolom, hogy ebben az önbizalom megszerzésében,
hogy Amerikában ezt, ha nem is súlykolják az emberbe, de azért azt tud sikereket elérni, aki ezen nem lepődik meg, és minden hétvégén oda lehet állni egy versenyre, és olyan időket futni, amit állandóan már lehet a nemzetközi színvonalhoz mérni, és olyan emberek jelennek meg ezeken a versenyeken, akár egyetemi versenyeken is egyébként, ilyen betétszámok részlevőjeként, akik egyébként világsztárok, legyen ez akkor Carl Lewis, vagy bárki más. Ez én azt gondolom, hogy nagyban segítette ahhoz, hogy egyáltalán olyan eredményt tudtam elérni, hogy ki jussak az egyetemre, vagy az olimpiára, és nyilván az olimpián pedig az, hogy nem Athénban volt, amit mindenki várt, és szerintem azért történelmileg lehet, hogy azért oda illett volna azt tenni, de most ez egy mellékszál. Én azt gondolom, hogy én profitáltam személy szerint abból, hogy Atlantában volt, hiszen egy kicsit eltúlozva, de mondhatom azt, hogy félig meddig hazai telepen. Egy kicsit otthonról hazamentél, vagy fordítva. Így van. A nyelv nem jelentett problémát, az egész körítés már ismert volt az egyetemi bajnoki döntőkről, tehát ilyen szempontból nekem egy nagyon sok olyan dolog volt, ami engem már nem lepett meg, ismerős rutin feladat volt, ami mondjuk egy más versenyzőnek nem. Ugyanakkor hiába jártál már világversenyen előtte is, tehát ami a nagyon fontos azért 23 évesen. Tehát azért tegyük hozzá, tehát fiatalon, de azért mégis más egy olimpia. Ugye a harmadik előfutamról kell, hogy beszéljünk, azért nézegettük itthon, éjjel-nappal néztük természetesen, miért is ne, és bejutottál az elődöntőbe. Ami azért fontos számunkra, hogy azért volt 7 előfutam, ez most lényegtelen, és az elődöntőben egy olyan időt futottál, ami ma is magyar csúcs, ami 3 perc 35 hét, ami csoda. Ugye azt tudjuk, hogy például a Paragi 96-72-jét soha nem fogja megdobni most már senki, és itt tovább egy csomó kalapácsvetésben ugyanez a helyzet, tehát olyan rekordok születtek az elmúlt időszakban, de hát azért mégiscsak eltelt most már, ha úgy tetszik, 30-26 év. Igen. Tehát több mint negyed századat. Ugye Morszeli és Kipkorir voltak a világszerű, Nureddin Morszelire emlékezünk, hiszen ők voltak a Kó utáni évtizedek, Kó és a többiek utáni évek, Ovett után a sztárok, és akkor már jöttek egy olyan sportágban, illetve egy olyan versenyszámban, ahol azért az afrikaiak voltak mindig az élen, néhány európai azért mindig befért, tehát remekül szerepeltél. Ez mennyire erősített meg téged? Kétségtelen, hogy abban az időszakban az 1500 méteren nyilván az afrikaiak domináltak. Észak-afrikaiak, kenyaiak, ez nyilván ez mind a mai napig így van. Föl kellett tudni dolgozni azt a helyzetet is. Én nekem ilyen szempontból szintén szerencsém volt, mert két olyan kenyaival edzettem az Amerikai Egyetemen végig Nebraska-ban, akik azért Kenyában is jegyzett, ha nem is top, de azért jegyzett versenyzők voltak, ifjúsági világbajnokságon képviselték Kenyát. Tehát, hogy azért, amikor az ember napi szinten edz kenyaiakkal, és elhiszi egy idő után, hogy ők is el tudnak fáradni, őket is meg lehet verni, akkor nyilván más egy ilyen háttérre odaállni egy olimpiára, megvívni velük, mint hogyha az ember életében először versenyez kenyaiak ellen, vagy afrikaiak ellen, mondjuk egy olimpiai selejtezőbe. Másrészt pedig én nekem ezt annó a Korányi Balázsra, ugye, akivel szintén több versenyen ugye kint találkoztunk, és itthon azért együtt edzettünk, meg nyilván az edzőnkkel hírt kapcsolva, és megbeszéltük, hogy azért mi nem úgy mentünk oda ki Amerikába, illetve az olimpiára, hogy mi favoritként ebben a 1500 méteren, vagy 800 méteren mi aranyéremre esélyesek lennénk. Ezzel mi tisztában voltunk, hiszen azért tisztában voltunk a saját eredményeinkkel, és a nemzetközi élvonalnak az eredményeivel. Meg akkor nyilván fiatalok voltunk, első olimpiánk volt.
De hogy ettől függetlenül, vagy pont ezt kihasználva, azt is tudtuk, hogy nekünk, mi nekünk nem szabad úgy, mint a nagyoknak belemenni abba, hogy taktikázunk a selejtezőbe, hát ha majd tovább jutunk egy hajrával. Tehát nekünk tulajdonképpen minden egyes futás az olyan volt, mintha döntőt futnánk. Oda kellett tenni magunkat, és nem, én semmiféleképpen nem akartam egy olyan helyzetet teremteni, hogy elmegyek egy olimpiára Atlantába, és mondjuk a selejtezőbe egy elfogadható futással, de éppen a hajrá versenyben 3 perc 41 másodperccel, 2 századdal mondjuk kicsúszok a továbbjutó helyezésekből, mert hogy akkor kár volt az egészet csinálni. Igen. Lehet, hogy spóroltam volna, és több energiám lett volna a következő körbe, de ha be se jutok, akkor fújhatom Igen. az egészet. Tehát, hogy én nem spóroltam ezzel, én nem taktikáztam ezzel, én úgy mentem oda, és már selejtezőbe is úgy futottam, mintha az nekem a döntő lenne. Innentől kezdve, hogy hívták a mellettem futott Nordin Morsalinek, vagy Kipköcsnek, vagy Kipcsogé, vagy bárkinek, az engem ilyen szempontból nem befolyásolt. Én nekem volt egy stratégiám, én nekem volt egy elképzelésem, hogy nyilván előtte egyeztettünk a Karcsival, az edzőmmel, és valahogy ez az egész felkészülésemben ez benne volt, hogy én oda fogok állni, és én futni fogok, amit csak tőlem elvárható, mert inkább kiesek úgy a selejtezőbe, hogy úgy jövök le a pályára, hogy én mindent megtettem, mint hogy úgy essek ki, hogy még maradt bennem bármi is, és jaj, de kár. Tehát ez abszolút siker volt, én azt mondom. Tehát én azt gondolom, hogy magyar mezben egyébként, mindegy. Vagy magyar címeres mezben egy olimpia, és az egy olimpia, ez meg depláne hozzájön. Világos. Hogy ott engem úgy hívnak, hogy Tölgyesi Balázs. Igen. De amikor ezt olyan nagyon sokan nézik, mint egy olimpia atlétikai számát nézik, ott azért a világ nagy része, ott fut egy magyar gyerek, körülbelül eddig jut el egy nézés, hogy ott azért ezt nagyon meg lehet tapasztalni. Ahol van egy versenyiroda, ahol ott ülnek általam szintén korábban csak tévéből ismert sportvezetők, például éppen akkor ugye Schmidt Pál volt. És akkor hirtelen az ember megérzi azt, hogy azért van egy olyan magyar csapat, ami mögött és mellett ott van egy magyar média, és napi szinten számol be az eredményekről, és hirtelen az ember megérzi azt, hogy azért otthon micsoda nagy a közvélemény, mennyire figyelemmel kíséri az eredményeket, és azért ez egy iszonyatos nagy löketet tud még adni, hogy az ember ott már nem csak magáért fut, nem csak arról szól az egész történet, hogy én kihozom-e magamból a legjobbat, vagy nem, hanem egyébként pedig magyar versenyzőként egy egész ország nézi itthon ezt a versenyt, és ezt nem lehet nem elfelejteni, mert egy olimpián ezzel az ember tényleg bárhova megy, szembesül. Az iszonyatos médiafigyelem, az olimpiai falun belül ugye a magyar média jelenléte, kérdeznek, riportot adnak, sok sikert kívánnak a holnapi selejtezőre, olyanok, akikről nem is tudtam korábban, ismert mondjuk tévés riporterek, hogy egyáltalán engem ismernek, még azt is tudják, hogy én holnap futni fogok, és sok sikert kívánnak, hú, hát ezek engem nézni fognak. Tehát ezek nyilván olyan dolgok, amik az olimpiai csomagból nem kihagyható, nagyon-nagyon fontos szerepet játszó dolgok, és azt gondolom, hogy ezért nagyon sokszor az olimpia élvezi azt a kivételes státuszt, amit élvez, és ki tud hozni, tényleg meg tud az ember mozgatni olyan energiákat, amiket mondjuk egy sima Grand Prix versenyen, bár nyilván ott meg már pénzről szól az egész, de hogy azért az mégiscsak egymás. Tehát számtalan verseny várt még rád a következő időszakokban, világversenyek és Grand Prix versenyek és így tovább. Ugyanakkor 2002-ben még magyar bajnokságot nyertetek váltóban. Aztán előbb-utóbb mindenkinél eljön az a döntés, hogy a választott hivatásával foglalkozzon. Nehéz volt számodra? Én ugye nyilván az egyetem is pont erről szólt, hogy én tudatosan próbáltam arra készülni az egész sportfutásom alatt, hogy ennek előbb-utóbb ez véget fog érni, és a civil életben is meg kell találnom valamilyen módon a boldogulásomat, megélhetésemet. Tehát ilyen szempontból azért nem volt ez egy váratlan dolog, de akkor is egy nehéz, lelkileg is egy nehéz döntés ezt meghozni. Ami az én esetemben azért ezt a döntést egy kicsit idézőjelben mondva megkönnyítette azt, hogy azért voltak a felkészülésemet és az eredményességemet is gátló
orvosi problémáim, sérülések, tehát amikor az ember már érzi azt a felkészülés alatt, miután megérezte azt, hogy milyen az, amikor minden klappol és minden jól megy, és érzi, hogy nem úgy, már nem úgy regenerálódik, már nem úgy reagál a szervezete nagyon sok mindenre, ahogy jó pár évvel ezelőtt, mondjuk 23 évesen. Amikor az ember ezt felismeri, akkor talán egy kicsit könnyebben hozza meg azt a döntést, hogy lehet, hogy még itt egy pár évig el lehetne egyébként ezt lehetne még húzni, halasztani, de vajon biztos megéri-e, és vajon biztos még olyan lelkesedéssel és örömmel végzi az ember a mindennapi nehéz edzéseket, mint mondjuk 20 évesen, és amikor az ember ezt tényleg úgy leél leginkább és elsősorban önmagával szembenézve mérlegeli a helyzetet, akkor azért eljön az a pont, amikor az ember ezt talán egy kicsit könnyebben tudja elengedni. Megvoltak az elképzeléseid a jövődről? Nem feltétlenül, és ha voltak is, nyilván korántsem azok az elképzelések valósultak meg, de nyilván azt a közgazdasági végzettségemmel tudtam nagyjából, hogy milyen területen szeretnék majd elhelyezkedni. Én akkor még azt gondoltam, hogy valahogy a sporthoz és esetleg a sport környékén fogok a civil életben is elhelyezkedni. De nyilván azért édesapám révén, ha nem is örököltem, de végül is azért a hulladékgazdálkodáshoz beleláttam már annyira, hogy egyfajta lelki kötődésem nyilván volt e felé a szakma felé is, illetve azért én nekem szintén a sportnak és az atlétikának köszönhetően volt egy olyan szerencsés helyzetem, hogy Párizsban is tanulhattam ösztöndíjjal még a civil életem megkezdése előtt, de már kvázi az atlétikából kifelé jöve egy párizsi egyetemen, ahol már azért ez a posztgraduális másoddiplomámat hulladékgazdálkodási területen szereztem meg. Így azért ez már engem orientált egy kicsit abba az irányba, hogy ha majd megpróbálok elhelyezkedni a civil életbe, akkor még csak azt gondoltam, hogy ez egy opció lesz, aztán ebből az opcióból végül is valóság. Erről még beszélünk, csak egy kicsit még az atlétikánál maradjunk, hiszen 2006-ban lettél az Atlétikai Szövetség elnökségének tagja, 2000 utána meghosszabbított, és ez azóta is működik, és ez egy nagyon-nagyon fontos, abban az értelemben támpont, hiszen az atlétikát nem hagytad el, mert hogy a Biatorbágyon működik a Viadukt Atlétikai Klub, csodákat írnak arról, hogy mi mindent tesztek ti, a semmiből egy új másik világot építettetek, ha úgy tetszik, és ez nagyon rendben van így, viszont akkor még egy kicsit menjünk vissza a polgári foglalkozásodhoz, hiszen én érdeklődéssel olvastam, hogy nyilvánvaló, hogy a komoly szakmai múltadnak is köszönhetően 2009-ben ugye a Fővárosi Közterület fenntartó stratégiai és üzletfejlesztési vezérigazgató helyettese lettél, majd vezérigazgatója. Tehát működik ez a hivatás. Tehát ugye úgy fogalmaztál, hogy az édesapád segítségével mélyültél el. Igen, hát ugye apukám ezt már sajnos nem tudta megérni, de a nyilván a szakma felé való elhivatottságot azt azért tőle láttam. Ugye nyilván ő itt Székesfehérváron vezette az akkor Székom névre hallgató helyi közszolgáltatást végző vállalatot, tehát én azért gyerekként is többször voltam olyan szakmai kiállításon vele, ahol kukásautókat állítottak ki. Tehát volt nyilván mindig az embernek kapcsolata a szakmával, gyerekként is, apukámon keresztül. Aztán utána igazából a francia ösztöndíjnak köszönhetően egy francia cégnél kezdtem el dolgozni, akinek itt Magyarországon hulladékgazdálkodási érdekeltségei voltak, és innen kerültem egyébként aztán el a fővárosba. Hozzáteszem, én akkor már ott laktam, ott nősültem meg, tehát azért a civil életben több szállal kötöttem a fővárosi élethez, és amikor volt egy ilyen lehetőség, megkerestek, hogy kimondottan egyébként akkor vezérigazgató helyettesként azzal, hogy hát egy olyan fiatal szakmához kötődő és nemzetközi tapasztalatokkal és nyelveket beszélő valakit keresünk,
ami abban az időszakban, legalábbis a hulladéggazdálkodásban nem volt még általános, hogy valakinek külföldi diplomája van, hogy valaki mondjuk beszéli a nyelveket, hogy valakinek van egy kötődése is a szakmához. Tehát nyilván azért ilyen emberkékből nem rohangált sok az országban, és így nyilván a Köztisztviselői Egyesülésen keresztül megtaláltak engem ezzel a felkéréssel, amit akkor nyilván örömmel vállaltam el, és én azt gondolom így utólag is, hogy nem volt egy rossz döntés. Nagy rendszerek, tényleg komoly nagy cég irányítását egyetemen nem lehet megtanulni. Mm-hmm. Tehát vannak bizonyos dolgok az életben, amit nem lehet tankönyvből megtanulni, amit bizony a gyakorlatban kell tapasztalatot szerezni, és ehhez ez kiváló volt. Most kerek a világ. A viaduk szárnyal, hiszen olvasom, hogy 5 év alatt több mint 5-szörösére növekedett a rendszeresen edzésekre járó fiatal száma, és most már vagytok 100-an. És ez óriási szám, hiszen 2016-ban alakultatok. Nagyon, én azt gondolom, nagyon jókor sikerült, ugye időközben mi Biatorbágyra kiköltöztünk, csak egy kicsit jöjjünk közelebb Fejér megyéhez, és Biatorbágyon akkor éppen a polgármester úr megkeresett, hogy van egy műves focipálya, állandóan a körülötte lévő salakról fölhozzák a focisták a sarat, hogy mit lehetne oda köré tenni, hogy ne legyen állandóan sáros a műfüves focipálya. Ez volt a fő probléma, és akkor mondta, hogy nem kell ezen sokat gondolkodni, egy műanyag atlétika pályát kell köré tenni, és már meg is van oldva a probléma. Akkor jót nevettek rajtam, aztán persze addig-addig mondogattam én is, meg sikerült azért ehhez a Biatorbágyi városvezetést meggyőznöm, hogy végül önerőből építettek ott egy tényleg egy hadsávos műanyag atlétika pályát, teljes egészében önkormányzati beruházásból, és akkor nekem azt mondta a polgármester úr, hogy ő megépíti az atlétika pályát, hogyha én vállom azt, hogy a biatorbágyi gyerekeknek legyen lehetőség akkor atlétizálni, legyen egy atlétikai klub. És ezt természetesen vállaltam. Én magam sem gondoltam, hogy ennek erre ekkora igény lesz, de szerencsére van, egyre több gyerek jön. Most már inkább az a problémánk, hogy honnan szerzünk még edzőt ahhoz, hogy az érdeklődő gyerekeket megfelelő figyelemmel és szakértelemmel tudjuk szolgálni. Úgyhogy igen, Biatorbágyon a viaduk testében az atlétikai szakosztály, köszönjük szépen, jól működik, és én azt gondolom, hogy sikerült egy nyilván ugye Biatorbágy az egy kis város, de sikerült egy ilyen kisvárosban az atlétikát úgy meghonosítani, aminek azért ott semmiféle előélete korábban nem volt, tehát ilyen szempontból úttörők voltunk és vagyunk, és remélem, hogy szép jövő előtt állunk, illetve állnak azok a gyerekek, akik hozzánk jönnek atlétizálni. No, örülök, hogy ezt mosolygós szemmel mondtad, és én is mosolygós szemmel köszönöm meg, hogy megtiszteltél bennünket, és itt voltál, és bízom benne, hogy majd nézzük a híradásokat, hogy mi minden történik. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Tölgyesi Balázs egykori kiváló atlétánk volt. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra.